Második világháborús kézigránátot találtak Hajdúszoboszlón szerda este. Egy helyi lakos ároktakarítás közben a kavicsok között talált rá a robbanótestre. A bejelentés után a rendőrség elkülönítette az érintett területet. A tűzszerészek kiérkezéséig a terület folyamatos rendőri ellenőrzés alatt állt. A Magyar Honvédség munkatársai csütörtök délelőtt vizsgálták meg a robbanó szerkezetet. Végül a központi gyűjtőhelyre szállították a második világháborús kézigránátot.